Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit. Egy picit belenézünk az őszbe. Ősz a kosoknak. Egyes ház, hogyan fogjuk érezni magunkat, mi jár a fejünkben. Egyes ház, mi jár a fejünkben. Hát a pénz, először is pénz, pénzszerzés. Tanulás esetleg, vállalkozás, nagyon jó, itt már megvannak a tervek, és itt már hajlandóak cselekedni a kosok. Kettes ház, ez maga a pénz, ez maga a pénzenergia, ez maga a személyes energia, az önértékelésünk, és tessék, kijött a kos király, maga a botok királya, tűz, tűzjegy. Nagyon jó ez a kártya. Tehát itt nagy sikereket lehet elérni az anyagiakban. Na most ez az a pénz, amiért meg kell dolgozni, tehát ez nem pottyan az égből, csak úgy, de jönni fog. Lehet fizetésemelés is, lehet egy prémium, lehet új pénzszerzési forrás, ilyen is lehet. Hármas ház, információ, kommunikáció, dokumentumok. Dokumentumok, és meg lesz az áldás. Tehát a fenti áldás is, és hogyha tényleg kell, úgymond egy fontos, dominált személynek az áldása valamire, akkor meg lesz. Legyen itt szó dokumentumokról, vagy valamilyen fontos információról, meg lesz. Tehát nagyon jó a kezdés, nekem ez nagyon tetszik. Tetszenek ezek az energiák, amiket érzek. Négyes ház, ez maga az otthonunk, ez maga a házunk, a lakásunk, a családunk, békesség. Békesség, nagyon pozitív harmónia. Tehát érezni fogjuk a szeretetet, a törődést, érezni lehet lesz, hogy támogat minket a család. Az ötös ház, ez maga a boldogság háza, a szórakozás, az ismerkedés, találkozások, a sport, a gyermekeink is ide tartozik. Nos, négyes, stabil helyzet, úgymond, nagyon jó stabil helyzet, vigyázni kell a pénzköltésre. Fontos, itt lehet nagyobb költekezés. Jó. Hát van ez így, ugye kezdődik az ősz, az iskola kezdés, jönnek a nagyobb kiadások, ez természetes. Egyébként ide tartozik a nyaralás is, és ugye az is pénzköltéssel jár. Na nézzük tovább, hatos ház, ez maga a munka, az egészség, a betegség is ide tartozik, a házi állatok, az akadályok. Na hát ez itt minden rendben lesz, csodálatos. Maga a grál. Maga a kelyhek ásza. Itt lehetnek új lehetőségek, ami a munkával kapcsolatos, házi állatokkal kapcsolatos, lehet egy új házi állatka lehetséges. Ha betegségről van szó, akkor lesz gyógyulás. Tehát ez maga az örök élet, így is mondhatnám, de ez nagyon jó, csodálatos. Hetes ház, a partnerek. A személyes partnerek, az üzleti partnerek. A partnerek, na most itt lehetnek viták esetleg, lehetnek konfliktusok. Nyolcas ház, ez idegen pénz.
A nyolcas ház nagy pénz, a félelmek is ide tartoznak, a félelmeink az idegen energia, és egyébként ez az élet és a halál háza. És maga a kilences és a kelyhek, az érzelmek, a boldogság, az álmok beteljesülnek, valóra válnak. Tehát nagy pénzről beszélünk, olyan pénz, ami égből pottyanhat. Itt lehet egy örökség, itt lehet akár egy nagyobb nyeremény is. Ez nagyon jó. A kilences ház, ez maga a Jupiter háza, és ez nagyon fontos a kosoknak, mert ugye a Jupiter most a kosban van, október végéig. Tehát itt a horizontok kiszélesedése, a külföld, ugye a Jupiter, ahogy mondtam az elején, a nagy boldogság, a tanulás, az is ide tartozik, és pénz, tessék, pénz. Jönni fog az anyagi segítség, jöhet egy nagyon jó szponzor, pénz az jönni fog, sőt, annyi pénz is lehet, hogy még segíteni is tudunk másoknak. A tízes ház, ez maga a karrier, a státusz például, és itt akarnak cselekedni a kosok, megint a tűzenergia, kos energia, még hogyha nagyon nehéz is, de akkor is tovább akarnak lépni, menetelni a kosok a célhoz, tehát tombolnak az ambíciók. A 11-es ház, ez maga az őrangyalunknak a háza is, és ez maga az internet, a csoportok, a barátok, és egy csodálatos tízes, az érmék tízese, tehát a pénz, az elért siker. Tehát itt interneten keresztül is jöhet a pénz. Nagyon jó. Új barátság is születhet, új barátság interneten keresztül, ami akár házassággal is be tud fejeződni. Tehát ilyen csoportos tevékenységeket érdemes végezni, mert azok is sikeresek lesznek. A 12-es ház, ez maga a titok. És kijött maga a titok, maga a nagy árkánum, a hold. A titokra a titok. A félelmeink, ugye sötét van, éjszaka van, nem látunk tisztán, félünk valamitől. Na most ezeket a félelmeket le kell győzni. Érdemes megnézni ezt a kártyát. Ugye a rák az kimászik a vízből, és ott van előtte az az út, amin végig kell menni a sikerhez. Nem szabad félni. De hát a kosoknak ez sikerülni fog. A kos azért az egy bátor. Bátor személyiség. Na most, a 12-es ház még a múlt is, valaminek a befejeződése is. És akkor nézzünk még egy plusz tanácsot. És maga a király, a pénzkirály, az érmék királya. Tehát pénz lesz, anyagi siker lesz, meg lesznek oldva az anyagi problémák. Csodálatos. Nekem nagyon tetszik ez a kirakás, nagyon jó energiákat érzek, hát így legyen. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Sziasztok!